Kedves nézőink, választások 2024 című műsorunkat láthatják, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdiónkban Kunhalmi Ágnest, az MSZP országos társelnökét, valamint országgyűlési képviselőt. Na hát, elnök asszony, köszöntöm itt Tiszavasváriban, nem tudom, járt már itt nálunk? Nem még, nem látom. Érdemes körülnézni. Nyíregyházán jártam, de Tiszavasváriban nem, és most is Nyíregyházára fogok innen. Igen, és ha már országjárás, akkor beindult a kampány. Gondolom, van munka, van tevékenység. Egy tévhitet oszlassunk már, ugyanis vannak különféle felmérések, ahol azt mondják, hogy MSZP nincs is már MSZP. Ha valaki valós helyzetképet tud mondani, akkor az ön. Van MSZP, hát itt ül ön mellett. Nekünk körülbelül olyan 300-350 ezer szavazónk van, de én azt gondolom, hogy az az együttműködés, amit az MSZP, a Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd Zöldek kötöttek, ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon nagy, széles társadalmi tömeget lefogó blokk. Ez egy szociáldemokrata zöld szövetség, ami közösen indulunk a választáson. Pontosan elég nagy baj az, hogy túlságosan elaprózódott az ellenzéki térfél. Ebben mi most korrigáltunk, és szerintem nagyon jó, hogy együttműködünk. Ma azt gondolom, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan biztos pont, ahova úgy adhatják le a szavazatukat, hogy biztosan Európa párti szavazatot adnak le, nem jobb oldallal szem, vagy a jobb oldalra szavaznak, hiszen én azt látom, hogy akik érdemben a piacon vannak, úgymond Orbán Viktor is, Magyar Péter is jobb oldalról jönnek, és szerintem egy jobb oldali autoriter Orbáni kormány csak bal oldalról lehet legyőzni. És hát mi vagyunk az egyetlenek, nem csak azon túl, hogy Európai Uniót védjük, és ebben szeretnénk, hogy Magyarország méltó helyét elfoglalja, újra barátai legyenek, és az Európai Uniós források mondjuk Tiszavasváriig is eljussanak, hanem mi vagyunk az egyetlenek, akik valójában egy olyan jóléti politikában hiszünk, egy olyan az embereket támogató anyagilag is, és lehetőségek terént is támogató politikában, amelyet én máshol nem látok. Tehát mi vagyunk az egyetlenek, akik érdemben szeretnénk csökkenteni a társadalmi különbségeket. Ezt a mai kínálatból csak nálunk látom, hát Orbán meg pont ellenkező politikát csinál, ahogy tönkretette az egészségügyet, az oktatást, a lakhatást, ahogy csökkentette a nyugdíjakat, a nyugdíjasoknak juttatott támogatást, hiszen bár visszaadta azt a bizonyos 13. havit, de nem tudom, hogy a tiszavasvári nyugdíjasok tudják-e azt, hogy 12 évig megspórolta rajtuk Orbán a 13. havi nyugdíjat. Minden tiszavasvári nyugdíjas, vagy akinek van nagyszülője, az gondolja végig, hogy 12-szer vették el tőlük ezt a pénzt, körülbelül egy évnyi nyugdíjat vett ki Orbán a zsebükből. Ki fogja ezt visszaadni? Tehát nagyon fontos lenne, hogy jó helyre húzzák 9-én ezt a bizonyos X-et. Hogyha most nézzünk egy országos statisztikát, ugye az látszik, meg hallatszik a hírekből is, hogy Budapest is környék eléggé baloldali beállítottságú, de hogy néz ki a vidék? Van erről bármiféle felmérés? Igen, tehát a nagyvárosok, a megyei jogú városok szintén erőteljesen ellenzékiek, tehát én ott reménykednék abban, de minél kisebb egy település, minél távolabb vagyunk Budapesttől, annál inkább késve érkeznek az információk, és annál inkább látszik, hogy a Fidesznek erőteljes a támogatottsága. Hát mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy a középvárosokban is megerősödjön az ellenzék, és megerősödjön a baloldal. Én azt gondolom, hogy azokat támogassák a választásokon, akik együttműködéspártiak, vagyis minket, és azok, akik a megosztásra törekednek, illetve a megosztottságot erősítik, hát Orbán azért tud nyerni újra meg újra, mert az OSZ meg is uralkodó politikáját követi. És mindig jön valaki, aki a választások előtt picivel azt mondja, hogy az ellenzéket is meg kell változtatni, le kell váltani. Szerintem egy embert kell leváltani Magyarországon, ez Orbán Viktor. Lengyelországban sikerült legyőzni Orbán egyik legszentebb barátját, Kaczynszkit, és ott is egy nagyon széles kiegyezés volt társadalmi csoportok között, amelyben a baloldaliak is részt vettek. Ha ez a kiegyezés nem fog megszületni, már pedig Magyar Péter is azt mondja, hogy nem akar összefogni senkivel, Orbán Viktor rendszerét pedig nem fogjuk tudni legyőzni, hogyha nincs együttműködés, és ha nincs együttműködés, de ha nem tudjuk Orbánt legyőzni, akkor nem lesz Európai Uniós minimálbér, nem lesz Európai Uniós nyugdíj, vagy Európai Uniós családi pótlék, és még azelőtt szétzilálódik az Európai Unió, hiszen Magyar Péter is egyetért a Orbán Viktor
politikájával, Európai Uniós politikájával, még mielőtt realizálódna a magyar társadalomnak is, nagyon sok olyan juttatás, amit az Európai Unió kínál egyébként. Hogy konkrét példát tetszene kérdezni tőlem, nagyon sok lakásfelújításra, ablakok, ajtók cseréjére küldött pénzt az Európai Unió Magyarországnak, de Orbánik ezt a pénzt eltérítették. Ez tipikusan egy zöld szociáldemokrata program lehetett volna, hiszen egyszerre segítette volna a klímavédelmet, a környezetvédelmet, a lakások és a házak, a kádárkockák korszerűsítése, és egyszerre egy nagyon erős szociális támogatást is jelentett volna, több maradt volna jó végén az emberek zsebében. De Orbán ezt elvette, és hogyha szétziláljuk az Európai Uniót, ha csak nemzetállamok, laza szövetsége lesz az Európai Unió, ha nem védjük meg, és egyelőre mi vagyunk az egyetlenek, akik meg akarjuk védeni az EU-t, és bennem Magyarország helyét valóban, akkor nem tud realizálódni, nem tud érdemben az a álom marad csak mindaz a juttatás, amit a magyarok is megkaphatnának, és egyáltalán a közép-kelet-európai blokk. Tehát van miért küzdeni az Európa pártiakra, ránk szociáldemokrata zöld koalícióra és Dobrev Klárára szavazzanak, és ne azokra, akik euroszkeptikusak, tehát akik kételkednek az EU-ba. Abból van elég, meg amúgy is van elég baj az Európai Uniónak, de ha mindenki szét akarja feszíteni, meg mindenki az Uniót lövöldözi, akkor nem fogunk tudni együtt tovább menni. Márpedig az Unió a II. Világháború után pontosan azért jött létre, hogy Európa népeinek a békéjét, hogy ne legyen még egy világháború, illetve a jólétét. Tehát béke és jólét, az szerintem egy nagyon összekapcsolódott két fogalmú szó. Próbálj már meg tiszta vizet önteni a pohárba, legalábbis az ön látószögéből kapcsolatosan. Ugye halljuk azt, hogy Magyar Péter, ő baloldali ellenzéki beállítottság. Most, amit tetszett mondani, hogy ő inkább jobboldali. Magyar Péter biztos, hogy nem baloldali, mert hogy magánra azt mondta, hogy ő egy jobboldali ember. Magyar Péter azt mondta, hogy a jobboldali identitású, nem én mondom, ő mondja. Neki Orbán Viktor egy szabadsághős, egy demokratikus hős. Hát nekem minden Orbán Viktor csak nem demokratikus hős, nem volt az, most sem az, és nem is lesz a jövőben sem. Főleg egy olyan autoriter fél diktatúrát, amit kiépített, egy félelemre épülő, függőségi viszonyok millióit kiszolgáló, vagy milliókat sakban tartó rendszert létrehozó ember, aki az oszd meg és uralkodj politikája, hogy a társadalmi csoportokat egymásnak feszíti, hát ez biztos, hogy nem egy szabadságszerető demokratikus hős, mert demokráciában, aki máshogyan gondolkodik, azokat elfogadják. Orbán nem fogad el senkit, aki egy kicsit is máshogyan gondolkodna, mint ő. Tehát ha Magyar Péternek ez tetszik, szíve rajta, csak szerintem nem korrekt a részéről, hogy ellenzéki szavazatok sokaságát kéri, azzal az ígérettel, hogy majd ő leváltja Orbánt. Egyedül senki nem fog ezt a leváltani Orbánt. Ezt a politikai rendszer, ezt a fél diktatúrát, ezt a választójogi törvényt nem mi hoztuk létre. De ebben a rendszerben az ellenzék uram nem hibázhat. És hiba, ha valaki azt hirdeti, hogy majd ő egyedül megoldja, és egyedül leváltja Orbán. Ráadásul egyre többet azt hallom, hogy neki így is, meg úgy is szimpatikus Orbán Viktor. Hát akkor menjen vissza onnan, ahonnan jött, mert hogy nem én jöttem a Fideszből, hanem Magyar Péter úr. És félreértés ne essék. A politika színpadára mindenki fölléphet. De akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy ki kicsoda. Ő egy jobboldali ember, jobboldali politikával, tehát egy kacsa úgy hápog, mint egy kacsa, úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor szerintem az egy kacsa, egy sárga kacsa. És hát ami számomra a legmegdöbbentőbb, hogy egy lengyel lapnak azt mondta, hogy neki az első Orbán kormány tetszik a legjobban, hogy azt a politikát követné. Hát ne haragudjon, nem tudom, emlékeznek az idős tiszavasváriak, talán emlékeznek, de már az első Orbán kormány alatt létrejött a Csonka Média Rekuratórium. Vagy például már az első Orbán kormány alatt a parlamentben a független a parlamenti vizsgálóbizottságokat meghiúsította Orbán, hogy nehogy az ő hatalmát bárki kivizsgálja. Tehát az autoriter fizimiskája Orbánnak, az autoriter törekvései már akkor megmutatkoztak, tehát ha akkor már kétharmada lett volna, hamarabb lebontja a demokráciát. Hát ha Magyar Péternek ez a minta, akkor én nagyon félnék attól, hogy Bianco csekket, ellenzéki szavazatok sokaságát adjam rá. Lássuk meg majd később, 26-ig mit mond és mit csinál,
De én azt gondolom, hogy most, aki valóban Európa párti, egy demokratikus, szabad Magyarországot akar, és egy szociális biztonságot akar kialakítani Magyarországon, az nem szavazhat másra, csak az MSZP, a DK és a Párbeszéd közös szociáldemokrata zöld listájára. Bevezetőmben elmondtam, hogy mivel a kampány elkezdődött, épp ezért önök számára is elkezdődött az országjárás. Hogyan tetszik látni, milyen a fogadtatás? Mert gondolom nem ez az egyetlen és első helyszín, ahol tetszik lenni. Milyen a visszajelzés az emberek részéről? Őszinte, jönnek a fórumainkra, Tatabányán voltunk legutóbb, Teltházon, Ajkán nagyon sokan eljöttek, szintén az egy szabadtéri volt. Nagyon sokan eljönnek, és nagyon sokan kezdik látni azt, hogy egy igazi balközép, baloldali politikával lehet érdemben tovább menni Magyarországon. Sokat kell változtatni. Mindenkinek meg volt régen a hibája. De én azt gondolom, itt vagyunk mi új generáció. Többen vagyunk női politikusok a baloldalon, akik szeretnénk végre iskolákat átadni, több tisztítószert adni a kórházaknak, és több pénzt az egészségügyre, csökkenteni valóban a várólistákat. Azt hiszem, hogy mi látjuk azt, főleg női politikusok, hogy önmagában a demokrácia és önmagában a piacgazdaság nem képes társadalmi tömegeket megemelni, és kicsit tartósabban, magasabb életszínvonalon is tartani. Nagyon-nagyon nagy szükség van arra, a jótékony államra és egy gondoskodó államra, a szabadság, a demokrácia és a piacgazdaság mellett, hogy tömegek érezhessék úgy, hogy számítanak, hogy számít a véleményük, és számít az életük. És ami számomra még fontos, hogy az a társadalmi megosztottság, az az egymásnak ugrás, hogy ember embernek farkasa, hogy itt minél jobban le tudod köpni a másikat, már elnézést, hogy ennyire drasztikusan fogalmazok. Annál jobban te vagy a Jani, vagy annál inkább a kivagyiságot meg tudod mutatni. Nem erre lenne szükség szerintem a következő 5-10-15 évben, hanem egy összetartó társadalomra, amely képes eligazodni a modern kihívások útvesztőjében, hogy a kisebbségeket is vegyük figyelembe, és akinek a véleménye nem egyezik a hatalmon lévőkkel, azt nem kirúgjuk a munkahelyéről, ellehetetlenítjük, vagy hogy a Fidesz még utána nyúlok a következő településen is, hanem megpróbálunk mindenkinek lehetőséget adni. Szerintem nincs jó társadalom baloldal nélkül. A politikának a szebbik arcát szerintem a következő időszakban a szociáldemokrata női politikusok tudják biztosítani. Ezért kérem, hogy erősítsenek meg bennünket az egyre szaporodó jobboldallal szemben, és engedjék meg, hogy bebizonyítsuk mi 40-esek, 50-esek és mások, hogy képesek, és a még utánam jövő generációk, a 30-as, 20-asok, nagyon sokan vannak, akik máshogyan gondoljuk a politikát, mi bár annál, mint amit korábban csinált. De azért mosolygok, mert tényleg itt kiteszett mondani a varázsszót, hogy női politikusok. Most ott vidéken, most nem akarom degradálni a vidéki férfiakat, de amikor egy törékeny filigrán hölgy odalép eléjük, és egy ilyen beszédet megereszt, akkor most úgy néznek rá, hogy hú, igen, vagy pedig hát ez csak egy női politikus. Tehát van bármiféle előítélet? Én azt hiszem, hogy sok előítélet van a nőkkel szemben, így a női politikusokkal szemben is a magyar társadalomban. De egy nőnek meg kell találni azt a hangnemet, amire a társadalomban vágynak. Akkor kell keménynek lenni, amikor annak ott van a helye, és akkor kell kiegyezésre jutni, és összetartani a közösséget és egy társadalmat, amikor arra a legnagyobb szükség van. Szerintem vágynak az emberek női politikusra, de olyan női politikusra, aki egyben stabilitást, megbízhatóságot is hoz, aki békét terem ott a társadalomban, aki megvédi a magyar társadalmat, megvédi a magyar nemzetet, és aki új gazdasági progressziót hoz úgy, hogy az embereket helyezzük a gazdaság középpontjába, és nem a tőkét, nem a pénzt, hanem az egyes egyéneket. És meggyőződésem, hogy akinek van fedél a feje fölött, akinek magasabb a bére egyre inkább, aki képzett, vagy a szakmájában tud boldogulni, és azzal föl tud nevelni egy családot, és el tudja tartani a saját családját, azok az emberek boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, és a termelékenységük is növekedni fog. Tehát én nem bírom elviselni a szocdemként, hogy ma a tőke alacsonyabb kulcson adódik Magyarországon, mint az egyes egyén. És ez csak egy példa. Még mondhatnám az oktatásnak a problémáját, nagyon sok mindent, de biztos, hogy látni kell azokat az embereket, akikért vagyunk, mert a politika
a szolgálatról szól. Az nem a hatalmasságról, a kivagyiságról, hogy utána nem ismerjük meg azokat, akik ránk szavaztak. Egy politikus, ha nem tud kiállni a piacra, nem tud fölülni a villamosra, vagy nem tud Tiszavasvári főutcáján úgy végigmenni, hogy becsülettel és egyenes gerincen, még azok is azt mondják róla, oké, nem értettem vele egyet, de becsületes. Ma nagyon kevés becsületes politikus van, és ebben az erkölcsi becsületesség, hogy nem távolodok el a hétköznapi választó polgároktól, az emberektől, és ő értük van a politika, nem fordítva, én ezt is nagyon fontos. Hát mondhatnám, hogy nagyon jó végszó, de még most nem tartunk ott. Tudom, hogy menni kell tovább. Szerintem nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, és nem ülnénk itt csendben egymás mellett, de ugye menni kell, mert... Hát talán még visszajövök, ha vette meg. Oké. Viszont itt a lehetőség, mivel ez egy választási műsor, így bele a kamerába, amit a kedves választópolgároknak, nézőknek szeretném mondani, itt a lehetőség. Hát köszönöm a lehetőséget, tisztelt Tiszavasvárja. Ha önök azt szeretnék, hogy legyen egy demokratikusabb és egyben szociálisan érzékeny, az emberekre odafigyelő, emberi hangnemet megejtő, és picivel több jóléti szolgáltatást nyújtó, jobb oktatást a gyerekeiknek, jobb egészségügyet, jobb béreket, lehetőséget az ország ezen felének, és több Európai Uniós forrást, akkor kérem szavazzanak. Az MSZP, a DK és a Párbeszéd közös szociáldemokrata zöld listájára. Mert emberi politikára van szükség, és mi szociáldemokraták önöket látjuk, önökért vagyunk, és tudom, hogy a politika az emberekről szól, önökről szól. Nagyon köszönöm. Kedves nézőink, önök a Választások 2024 című műsorunkat láthatták. Nagyon köszönöm Kuhalmi Ágnesnek, hogy eljött ide hozzánk, megosztotta velünk a gondolatait, véleményét. Köszönöm szépen, köszönöm. Sok sikert kívánunk. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget.